Egy korábbi videómban már szó volt a német-római birodalmi hercegek pénzveréséről, amikor Eszterházi fényes Miklós vereteit mutattam be. Most jöjjön a Batyányi hercegek pénzverése, pontosabban elsőként Batyányi Károlyé. Batyányi Károly, aki 1698-ban született és 1772-ben halt meg, a trón és a hazul dinasztia érdekében szerzett érdemeiért 1764-ben II. József német királyá koronázása alkalmával kapta meg a római szent birodalmi hercegi címet, pénzverési jogával már ebben az évben élt is. Pénzei öt címletben készültek a Bécsi pénzverdében. A teljes címletsor, 10 dukát, 5 dukát, dukát, tallér, fél tallér csak az első évben került kiverésre. 1765, 1768 és 1770-ben csak egyes címleteket készítettek. A verőtöveket József Anton, olaszosan Giuseppe Antonio Toda, itáliai származású vésnek készítette. Szignója, I. Toda F., azaz József Toda Fécit, megtalálható az egyes vereteken, a tallérok, tallérok esetében az előlapi melkép válszelvényében. A pénzek éremképe alapvetően egységes volt, az előlapon a herceg jobbra néző melképe, hátlapon a címere látható, a körirat felsorolja nevét és címeit. A címek és az éremkép adattartalma az évek folyamán változott, hiszen már 1749-től aranygyapjas rendi lovag, 1765-ben pedig megkapta a magyar királyi Szent Istvánren nagy keresztjét a csillaggal, és nyilvánvaló volt, hogy az erre való utalásnak rá kellett kerülni a pénzeire is. Vegyük tehát most az 1768-ban vert tallért. A pénzeken hihetetlen hosszú körirat olvasható, amely a herceg nevén kívül minden fontosabb címét és rangját felsorolja. Batyányi Károly, a Szent Római Birodalom hercege, Német Újvár és Siklós örökös grófja, Aranygyapjas rovag és a Szent István királyrend nagykeresztese, Vasvármegye örökös, Somogyvármegye valóságos főispánja, tábornagy, egy regiment ezredese, mindkét szent császári és királyi apostoli felség, valóságos titko titkos tanácsosa és az államkonferencia minisztere. Az előlapon a herceg jobbra forduló páncélos melképe látható, nyakában az aranyjapjas rendi lánca, amelyről aranykos bőr függ alá. Az eredetileg jófülő burgundi herceg által 1430-ban alapított arangyapjas rend, ekkor már a Habsburg birodalom legfontosabb és egyben legexkluzívabb kitüntetése, amelyeket csupán kevés kiválasztott kaphatott meg. A rendi látsz stilizált tűzkövekből és tűzcsiholó acélokból áll, ezen függ az aranykos a herceg jobb mellén a magyar királyi Szent István rend csillaga, amelyet Mária Terézia alapított 1764-ben a trónörökös, a későbbi II. József római királyá koronázása alkalmával. Még ebben a méretben is jól látszik a kettős kereszt, két oldalt Mária Teréziára utaló M és T betűk. A hátlapon hercegi koronás címersátor, a címer mögött keresztbe marsalbot, a római eredetű szimbólum, az összefogott veszőnyalába dugott bárd látható. Középen helyezkedik el maga a batyányi címer, kék mezőben, szikla tetején, zöld fészekben álló ezüst pelikán, amely a felszakított melléből csepegő vérével fiókáit eteti. A szikla közepén lévő barlangból vízből kinövő dupla farkú arany oroszlán szájában aranymarkulatú ezüst kardot tart. A címert körülöleli az aranygyapjas rend lánca, a végén függő aranygyapjúval, valamint a magyar királyi Szent István rend lánca a nagy keresztel. Magát a rendi láncot 34 elemből alakították ki. 8 összefogott SS, az a Sanctus Stefanus Szent István, és 8 MT, Mária Terézia monogramból áll, amelyeket a magyar Szent Korona 18-szor ismétlődő eleme kapcsol össze. A rendi jelvény a Magyar Szent Koronáról függ alá, egy zöldzománcos, ívelt száru kereszt alakjában. A csillagot a jobb melkason, a ruhára erősítve viselték, míg a nagy keresztet a vállon keresztbe átvetett szalagon, így a jelvény a jobb csípő magasságában nyugodott. Battyányi Károly pénzeinek előlapján ezért csak a csillag látszik, a rendi lánc és a nagy kereszt a hátrapra került, a címerkölé. A Magyar Nemzeti Múzeum éremtárának verőszerszámai között szép számban megtalálhatóak a batyányi pénzek készítéséhez használt verőszerszámok, amelyek 1948-ba kerültek a múzeumba a veszélyeztetett magángyűjtemények miniszteri biztossága átadásában. A körmendi batyányi kastélyból származó, műtárgyanyag fegyvereket, szobrokat, ötös tárgyakat és verőszerszámokat tartalmazott. Az átvételi lista 23 darab verőszerszámot, 20 darab verőtövet és három apatövet sorol föl, ezek jelenleg is az éremtár gyűjteményében találhatók. Ezek mellett a körmendi Dr. Batyányi Stratman László múzeum őriz még két darab, a Batyányi pénzekhez tartozó verőszerszámot.